Kedves bajtársak! Az első, legeslegelső rémhírterjesztő a világon. Ugyan most már többen vannak, többen vagyunk, mert engemet is illettek már ilyen vádakkal, hogy rémhírterjesztő vagyok. De hogyha már rémhírterjesztő vagyok, akkor nézzük meg ez a fogalom, honnét ered, és kit nevez ma a világ. A világ, tehát ezt úgy értem, hogy azok az emberek, akik nem akarják megérteni, vagyis nem is kíváncsiak arra, hogy merről jött az emberiség, hogy kerültünk ebbe az állapotba, és milyen alternatívái vannak az emberiségnek. Tehát ők ugye beszélgetnek a rémhírterjesztésről, és az ő szemükben én rémhírterjesztő vagyok. Kedves agatók, és hát nézők, ugye most ez videó. Az első rémhírterjesztő Jézus volt. Ő volt az, aki megpiszkálta a kedélyeket, és azt mondta, hogy ne higgyétek azt, hogy békességet hoztam a földre, fegyvert hoztam. Fegyvert, azt mondja, hogy ötten vannak egy családban, és kettő támad, három ellen, és három kettő ellen. Jézus rémhírterjesztő volt. Kizökkentette az embereket az akkori paradigmából, az akkori gondolkodásmódból, a földhöz ragadtságból, a perverzióból, a bűnökből, a hazugságokból. Tehát rémhírterjesztő volt, mert megpiszkálta azt a nyugalmat, azt a hamis nyugalmat, azt az álnyugalmat, amit a világ megszokott akkoriban, ugye, a rómaiak által elkészített sportarénák révén, ugye, meg a vallások révén azt a nyugalmat ő megpiszkálta, és azt is mondta még ráadásul, hogy tüzet hoztam erre a földre, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna az a tűz, és égne az a tűz. Tehát Jézus volt a legelső rémhírterjesztő. És az, hogy utána is még lettek ilyen rémhírterjesztők, és akár engemet is ugye rémhírterjesztőnek mond a világ, és azokat, akik az igazságot vágyták, és vágytak megismerni az Úristen hívó szavát, mindenki rémhírterjesztő, kivétel nélkül. A világ, mint tudjuk, ő megragad minden eszközt arra, hogy nyugalmat adjon az embereknek. Tehát a világ nem a virág, hanem a világ, ő nem rémhírterjesztő. Ő azt akarja, hogy nyugodjál meg. Menjél bele a hazugságba, az őrültségbe, a bűnökbe, és nyugodjál meg, ragadjál belé. Aztán majd a végén, hogyha valami történik veled, valami komolyabb probléma, betegség, akkor ne értsd, hogy az mitől van. És hidd azt, hogy a rákos daganatok, ugye, meg különböző más betegségek, azok a levegőből jöttek, a vírusoktól jöttek, a baktériumoktól jöttek, meg mindentől jöttek, ugye, minden más ilyen külső tényező okozza számunkra a rákot, a rákos daganatokat és a többi betegséget. Ugye, kedves hallgatók, hogy érthető, miről van szó itt ebben a videóban. Az ember elfordul az igazságtól, sőt, megbélyegezi az igazság hírvivőit, hogy ők a rémhírterjesztők. Felzaklattak titeket, ugye, és nem hagyták, hogy tovább aludjatok, és tovább meneteljetek a szakadék felé. És hogyha a végén ugye valami történik az emberrel, akkor nem érti, hogy miért volt. Hisz elfordult ő a rémhírterjesztőktől, nem hallgatott a rémhírterjesztőkre, a lázítókra, ez a legújabb, tehát az, hogy lázító, még nem is mondták, ma mondták először rám, hogy lázító vagyok.
és félelemkeltő videóim vannak, ugye rémhíreket terjesztek. Tehát elfordultak az emberek tőlünk, az ilyen rémhírterjesztőktől, akik félelmet terjesztenek, de mégis az történt, hogy a szakadék fele mennek egyesek, és már esnek bele a szakadékba, és nem értik, hogy miért történik. Hisz a rémhír terjesztőket ők már keresztre fesztették egymás után. Meg azokat, akik a félelmet terjesztették, úgymond. Kedves hallgatók, még azon filozófálok itten közben magamban, hogy mi legyen a cím ennek a videónak. Vagy az lesz, hogy ki volt az első rémhírterjesztő, vagy pedig az, hogy nyugi van, de meddig. Nyugi van, de meddig, kedves agató. Meddig lesz nyugi? Mert a világ azt akarja, hogy nyugodjál meg. Pál azt mondja, úgy fogalmazza ő, hogy amikor ezt mondják, hogy békesség, biztonság, nyugalom, ugye, akkor hirtelen veszedelem tör majd rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülnek. Tehát ugye itt van egy másik rémhírterjesztő, úgy hívták, hogy Pál apostol, úgy ismerjük, hogy Pál apostol, akit Jézus személyesen hívott el, és aki azt mondta, hogy miután megkapta az elhívást Jézustól, ő nem tanácskozott Péterrel, sem Gézával, sem Jóskával, hanem ő ment, és terjesztette a rémhírt, ugye, amit a világ úgy hív ma, hogy rémhír, ami ugye Isten szemszögéből örömhír. Miért? Mert az embereket figyelmezteti arra, hogy milyen úton járnak, merre felé tart az ő életük, és a végén szakadék van, és hogyha nem váltanak irányt, ha nem térnek meg, és nem választják az igazságot, akkor bele fognak esni a szakadékba, és kár értük, kár lesz értük, mert az ő lelkük elveszik, ugye, kárba vész az ő lelkük, megkárosodik az ő lelkük. A Biblia úgy fogalmazza, ugye a rémhír terjesztésnek az eszköze a Biblia, úgy fogalmazza, hogy elkárhozik az ő lelkük. És ugye így lettünk mi rémhír terjesztők. A kérdés az, kedves hallgató, hogy nyugi van, mert a katonaság ugye most fel van fegyverkezve a Covid ellen, és a lázadók ellen, a lázítók ellen, akik nem akarnak hinni ebben a vírusban, vagy azt kijelentik, hogy az igazságban nem csupán, hogy Covid nincsen, hanem lepra sincsen, kedves hallgatók. Hát ezek ellen úgymond a katonaság fel van fegyverkezve, hogy minket lemészároljon, vagy nem tudom, mit akarnak csinálni. Minden esetre mi nem fogunk szerintem sem atombombát használni, sem ágyút, sem kalasnyikovot, semmit. Mert a mi fegyvereink azok nem testiek, hanem erősek. Istennek agypál fogalmazta. Hatalmas erő van a mi fegyvereinkben, mert mi most már nem fizikailag védekezünk, hanem azokkal a kijelentésekkel, amelyet Jézus tett, és amelyek őt feltámasztották a halálból. Nyugi van, kedves hallgatók, nyugi van, de meddig? Látjátok jól, hogy a világ megragad minden eszközt, hogy egy álnyugalomban tartson téged, egy álbiztonságban, az ébren alvó állapotban, az öregedő, élve rothadó állapotban tartson téged. És meditáltat ugye téged, meditálj, légzés technika, agykontroll, gondolkozz pozitívan. És így próbáld magadat megvédeni. És amikor beszéltem egy kedves embertársammal, akinek az Úristen megmutatta személyesen az ő hatalmas erejét, az ő igazságát és az ő dicsőségét, és aki most némelyest, ugye, kísértés alatt van, ostrom alatt van, ugye, hát ő azt mondta, hogy tehát úgy elhitte az embertársainak, hogy én vagyok az, aki lázítok, és aki félelmet terjesztek ebben a világban. És azt mondta, hogy akkor most ő elvonul
hogy elcsendesedjen. Mivel, hogy egy olyan lázító személlyel találkozott, mint én, aki felpiszkálta, vagy felpiszkálja az emberekben a maradék lelket, a maradék életet, hogy használják azt. Mivel, hogy velem beszélgetett, ő azt mondta, hogy most akkor elvonul, hogy csendesedjen el. Kedves agatók, az igazság az, hogy Jézus is minket arra hív, arra hívott, és folyamatosan szólongat, hogy mi is csendesedjünk el, hogy legyen békességünk. Csak abban különbözik az ő hívása a világ hívásától, mindenféle emberi technikától, hogy ő azt szeretné, hogy legyen igaz a mi nyugalmunk, legyen stabil és erős a mi békességünk, legyen a mi békességünk sziklára építve az ő szavaira, az ő hatalmas kijelentéseire, az evangéliumra, Istennek az erejére. Ő is úgymond nyugalomba hív minket, ahogy mondtam az előző videóban is, a szombatos videóban. Ő is békességre hív minket, elcsendesedésre. De azt mondta, hogy találjuk meg, és vegyük magunkhoz Istentől ajándékba a nyugalom, a békesség és az elcsendesedésnek az eszközét, a legitim, törvényes eszközét, hogy nehogy valamiképp egy ilyen álnyugalomba kerüljünk, valamiféle emberi elgondolás által. És akkor mostan következik egy újabb rémhír, kedves agatók, amiről már többször beszéltem. Az újabb rémhír az, hogy brutális idők jönnek. Nem azért, mert én nem hívom őket, én nem akarom, hogy ilyen idők jöjjenek, kedves agatók. Ezek jönni fognak mindenképp, mert erre gyúrtunk mostanig. Nehéz idők jönnek, ahogy elmondtam az előző videóban, hogy a hosszú sötétség elkezdődött. A hosszú sötétség elkezdődött, és nem mindenkinek lesz a lámpásában olaj, hogy kitartson a sötétség végéig, és ezért sokan el fognak veszni. Öngyilkosságok, mint ahogy voltak az első hullámban is, úgy lesznek most is. Intenzívebben az emberek összetörnek, és sajnos a félelem miatt, meg a tudatlanság miatt, a sötétség miatt egymást fogják gyilkolni, öldökölni. Ez jön, kedves agatók. És az Úristen azt üzeni az embereknek, az emberiségnek, nekünk, mindannyiunknak, hogy legyen olaj a lámpásunkban, legyen olaj a lámpásunkban, hogy legyen világosságunk nekünk, hogy a sötétség kellős közepén ne fogjon el az olajunk. Ezért folyton vegyük az olajat tőle, az igazságból, és osszuk meg egymással, addig, amíg van lehetőség. Mert azáltal telik meg a lámpásunk olajjal, hogy folyamatosan mi vesszük az olajat, az igazságot, és azt megcselekesszük kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Én azt kérdeztem akkor, és most is azt kérdezem a kedves embertársamtól, akit az Úristen kegyelme megérintett erőteljesen, letagadhatatlan módon, erővel, hatalommal, gyógyulással, békességgel, vigasztalással. Megkérdem tőle, hogyha ő világi eszközökkel akar most elcsendesedni. Világi eszközökkel. Mert sokkal könnyebb elcsendesedni ugye instant módon, akár meditációval, vagy légzéstechnikával, vagy agykontrollal, vagy pozitív gondolkodással. De kedves barátom, hogyha a te elcsendesedésed mesterségesen van létrehozva, ilyen mű elcsendesedés, akkor meg fogod-e tudni tartani azt a csendességet a te szívedben, a te lelkedben, amikor azok a nehéz idők beállnak. És kérlek, ne áltasd magadat, ne áltassuk magunkat, kedves barátaim. Mert tudjuk jól, hogy azt mondja Isten Jézus által, a proféták által, hogy a veszedelem mindig is, ugye, de ezt nem, hogy Isten mondja, hát ezt tapasztaltuk eddig is, hogy a veszedelem mindig hirtelen jött az emberiségre. És hogyha valaki el akar csendesedni, úgymond illegitim módon, ahogy az előbb említettem,
agykontrollal akár, vagy légzéstechnikával, vagy meditációval, és nem az igazság által, az igazságból származó békesség által. Az ilyen embereket meglepetésképp fogja érni az, ami jönni fog. És tényleg látjátok ebből a videóban, még fel sem emelem a hangomat annak érdekében, hogy aki ezt hallgatja mostan és nézi, meghallja a lényeget, hogy a világ minket most arra próbál motiválni és ösztönözni, hogy hamis békességet, hamis nyugalmat szerezzünk, mert tudja, hogy amikor jön az igazi megpróbáltatás, akkor az semmivé fog válni. Sőt, a személlyel az történt az első hullámban, mivel hogy 20 éven keresztül buddhista volt, meditált, hogy az első hullám alkalmában, amikor jött hirtelen ugye a beszedelem, a hirtelen összeomlás, akkor ő is összetört, és rájött, szembesült azzal, hogy sem a meditáció, sem az agykontroll, sem semmi, amit ő mostanig tanult, 20 éven keresztül gyakorolt, semmi nem segített rajta. Kérlek, emlékezz erre, hogy mi történt veled, ne légy olyan feledékeny, hogy megmenekülhess. Nem segített rajta semmi, hanem az segített, hogy az Úristen kegyelmét hallotta ő egy videó által, egy olyan videó által, amelyet ő később, ugye az emberekre hallgatva, a világi emberekre hallgatva, lázításnak nevezett, valamint félelemkeltő videónak nevezett. Ő azáltal kapta az első kapaszkodót, az első békesség szemcsét, hogy megnyugodjon, hogy ne omoljon össze. Utána jött Istennek tényleg a hatalmas ereje, jött a gyógyulás, jött a vigasztalás, jött a simogatás, jött az igazság, jött a kijelentés. De viszont ugye mi történt Péterrel, hogy Péter is, nem csak te, hát ne érts félre, nem rólad beszélek, én magamról beszélek, én is ugyanúgy elbuktam, mint te. Sokan elbuktak, Péter is elbukott, éppen úgy, mint te. A tengerre nézett, az emberek véleményre nézett, és elkezdett süllyedni vissza a tengerbe, így járt Péter. Te is így jártál, én is így jártam. És ez a videó azért készül, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy mennyien megjártak már, megjárták ezt az utat, és mennyien elestek. És Isten tudja, hogy mindenki felállt-e, aki elesett. Isten tudja. Tudjuk jól, hogy az ő kegyelme hatalmas, de nem végtelen, az elfogy, az írás szerint is, és a valóságot szemlélve is azt láthatjuk, hogy a kegyelem az elfogy, előbb vagy utóbb, nem fog tartani, míg a világ is két nap. Néhányszor elesünk, és néhányszor Isten felsegít bennünket. Utánunk nyúl az ő hatalmas kezével, és felsegít bennünket. De miután ő felsegített, hogyha mi visszafutunk folyton, az álnyugalomba, az ál elcsendesedésbe visszamegyünk, az álbiztonságba, amiről Pál is beszél, akkor hogyan tudna bennünket megmenteni? Hogyan tudna ő továbbra is bennünket megmenteni, hogyha mi folyton visszautasítjuk az ő kegyelmét, az ő vigasztalását, az ő intőszavát? Amikor ő figyelmeztet arra, hogy nehéz idők jönnek, és azok az emberek, akik így beszélnek így a YouTube-on, meg a Facebookon, meg élőben, meg mindenféleképpen, ők nem rémhírterjesztők, és nem lázítók. Jeremiás sem volt rémhírterjesztők, ez a sagatók. Ő sem volt lázító, hanem elmondta, hogy mi fog jönni az országra, amiatt, hogy elbukott a király, és elbukott az ő házanépe, és a nép elbukott, belementek a hazugságokba, a perverzióba, a bűnökbe, és jött a veszedelem, és amikor a próféta Jeremiás figyelmeztette őket, hogy mi fog jönni az egész országra, akkor rossz néven vették, és azt mondták rá, hogy neki ilyen félelemkeltő kijelentései vannak, ő lázító, és meg is verték, meg is ostorozták őt, börtönbe, tömlöcbe csukták őt. De Jeremiás túlélte, kedves agatok, Jeremiás ő túlélte, Jeremiás most is él. Azok, akik őt megbélyegezték azzal, hogy ő rémhírterjesztő, hogy ő lázítja az embereket, hogy neki félelemkeltő információi vannak, azok az emberek elvesztek. Ők elvesztek, mert nem Jeremiással fordultak ők szembe,
hanem azzal fordultak ők szembe, aki Jeremiást elküldte, hogy figyelmeztesse az embereket. Hogyha én Istentől szólok, kedves barátom, és te engemet utálsz, akkor te nem velem fordulsz szembe, nem engemet utálsz, hanem az igazságot, Istennek az életre hívó szavát utálod meg. És ha te megutáltad az Úristennek az életre hívó szavát, hogyan tudnál te megmenekülni? Hogyha téged Isten figyelmeztet általam egy ilyen gyarló, buta ember által, mint én, egy ilyen nyomorúságos ember által, mint én, emberi szavakkal, és figyelmeztet más emberek által is, mert a lelki hallásod, a lelkilátásod talán már nem működik, mint ahogy nekem sem működött. De ha te megutálod azokat az embereket, akik azt mondják, hogy nehéz idők jönnek, és fontos, hogy a mi békességünk, a mi nyugalmunk, a mi elcsendesülésünk szilárd alapokra legyen az építve, az evangéliumra, Jézus szavaira, a kősziklára. Hogyha mi ezt elmondjuk, és te azt mondod, hogy én rémhírterjesztő vagyok, ha azt mondod, hogy én félelmet terjesztek és lázítom az embereket, akkor téged ki tud megmenteni? Hogyan fogsz megmenekülni? Oké, mindenkit keresztre feszítesz, és mindenkit megkövezel, úgy szavakkal, mint gunnyal, akár fizikailag is, meg fogod őket kövezni, akik az igazság lelkéből szóltak, és figyelmeztettek, hogy még nem késő, még nem késő. Hogyha hallod ezt a szót, akkor még nem késő. Ne emberekre figyelj. És hogyha nem szimpatikus az arcom számodra, akkor ne rám figyelj, kedves barátom. Mert én is látod, egy egyszerű gyarló ember vagyok, dadogok, össze-vissza beszélek néha. Ne rám figyelj akkor. Hanem tedd fel azt a kérdést, hogy Istenem, lehetséges, hogy én is halljam a hangodat, megértsem azt, amit közölni akarsz az emberekkel. Lehetséges az, hogy a lélek által vezessél te engemet, hogy ne kelljen emberekre figyeljek, emberekre hallgassak, hogy legyen nekem olajam bőségesen az elkövetkezendő sötét napok alatt. Én nem sértődök meg, hogyha valaki engemet úgymond kinevet, vagy kigunyol, vagy bolondnak hisz. Mert ez már megtörtént, és még meg fog történni, sőt, ennél még rosszabb is lehet, és jöhet. De nincs nekem jogom megsértődni. Ezt a videót nem azért csinálom, hogy magamat védjem, magamat megvédjem, az én reputációmat, az én tekintélyemet, az én nevemet megvédjem. Mert, mint mondtam, arra vágyom, hogy teljesen eltűnjek, megszűnjek az egónak, a hamis gondolkodásnak, a testi gondolkodásnak, a rothadó földi és testi gondolkodásnak. Nem akarom én magamat megvédeni. Ha az Úristen engemet nem véd meg, akkor én magamat hiába védem, nincs értelme. Viszont, mivel hogy én most nem magamtól szólok, hanem azt az igazságot szólom, amit az Úristen a szívemre helyezett, ezért mindenki meg fogja látni azt, hogy akik így beszéltek, mint én, ezekben a napokban ők sem maguktól szóltak, és nem ők voltak a valódi rémhírterjesztők, és nem ők voltak a lázítók, és nem ők voltak a félelemnek a forrása, hanem azok, akik az embereket elhitették, álnyugalomban tartották, hazugságban tartották. Kedves bajtársak, a legelső rémhírterjesztő Jézus volt, és aki megismeri őt, megtudja, hogy a világ szemében ő volt a legelső rémhírterjesztő, ezért kellett őt megölni többek között. Nem csak azért, hogy feltámadjon, ezért is. A világ nem tudta elhordozni az ő világosságát. A mennyek országának az igazságát nem tudta befogadni a világ. Meg kellett őt ölni. És utána következtek az olyan rémhírterjesztők, mint János, aki megírta a Jelenések könyvét és az evangéliumot. Jött Péter, aki leveleket írt. Jött Márk, Lukács, Máté. És jött végül a torszülött, ugye a nyomorék, a Pál apostol, és ott egy újabb tor szülött, mint én, ugye, Attila, Otila. És mi vagyunk a rémhírterjesztők most a világ szemében, kedves agatók. De én teljes színemből kívánom mindenkinek,
hogy az Úristen, a hatalmas Isten, a mindenható Isten szemeivel lássa meg, hogy ki valójában a rémhírterjesztő, az álhírterjesztő, ki valójában a lázító, aki az Úristennek a törvénye, az élet törvénye ellen lázítja az embereket, álnyugalomban tartja őket, hazugságban tartja őket, úgymond ilyen ál elcsendesülést kínál számukra, hogy őket ugye a nagy nyomorúság, ami jönni fog, és ami már itt van nagyon sok helyen, meglepetésképpen érje őket, és elvesztenek. Teljesen biztos, kedves barátom, hogyha te őszinte szívvel kéred a te teremtődet, hogy elmondja, hogy ő neked megmutassa személyesen, hogy mi az igazság az ő szemszögéből, nem az Orbán Viktor szemszögéből nézve, nem a miniszterek és a vezetők szemszögéből nézve, nem a vallásvezetők szemszögéből nézve, hanem az ő szemszögéből nézve, hogy mi az igazság, teljesen biztos, hogy ő meg fogja mutatni. És mint ahogy az előző videóban is mondtam, fogod látni a valóságot, amit szükségszerű látni, de nem szabad abba beleragadni, és fogod látni a kiútat, az igazságot, az Úristen, az élő Istennek a megmentő, életre hívó szavát is fogod hallani. De hogyha embereket követsz, és ha fellázadsz folyamatosan azok ellen, akik intő módon ugye szólnak, hogy ne aludjál, ne figyelj emberekre, ne figyelj vallási szervezetekre, mert becsapnak, megvezetnek, hanem helyette kiállts az Úristenhez, mert ő azt mondta, hogy mindenkinek kijelenti magát, és mindenkit személyesen fog vezetni. Hát én tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, legyen bátorsága, tényleg. Tudom, hogy nem vagyok egy nagy szám, vagy nem vagyok egy nagy szónok, vagy gyarló ember vagyok, meg butácska, vagy mit tudom én, balga ember vagyok. Ezért tényleg én mindenkit csak arra tudok bátorítani, ne is engemet kövesse, ne is az én videóimat kövesse, hanem fohászkodjon az élő Istenhez. Hogy úgy, ahogy megadta Pálnak, Péternek, Jánosnak, Jézusnak és a prófétáknak az, hogy az ő szemeivel lássanak, úgy megadja neki is, hogy az ő szemeivel lásson. Mert ő ezt kínálja, azt mondta Jeremiáson keresztül, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek, válaszolni fogok, olyan dolgokat fogok neked mondani, amiket nem tudsz. Hatalmas dolgokat, megfoghatatlanokat. Ezt mondta, de hogyha folyton embereket követünk, akkor ez nincs, hogy megtörténjen velünk. És az én dolgom nem az, hogy tanítsak, hanem az, hogy figyelmeztessem embertársaimat, bizonságot tegyek az igazságról, az Úristen élő valóságáról, arról, hogy van élő kapcsolat az élő Istennel, amiben élet van, amiben élet van. És az egyedüli kiút ebből a helyzetből, ebből a covidos helyzetből, és ami jönni fog még ezután. Isten adja mindenkit, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, sziasztok!